Az utóbbi egy évben a világon mindenhol negatív rekordok döltek meg egymás után. Európában sem volt ez másképp, és mi magyarok, illetve a gazdaságunk is megérezte a háborús válság hatásait. Vannak azonban derülátásra okot adó mutatók, ilyen például a munkaerőpiaci helyzet, amelyben azt látjuk, hogy történelmi mélypontra esett vissza a pályakezdő álláskeresők száma Magyarországon. Szalai Piroskát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 5. József Kutatóközpont Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársát köszöntöm a stúdióban, ez egy csókolom. Jó napot kívánok! Hogyan lehetséges egy ilyen trendforduló, egy háborús válság kellős közepén, mert ugye ez egy trendforduló? Igen, mondhatjuk annak is mindenféleképpen. Magyarországon 2010 óta folyamatosan csökken a álláskeresők száma, és egy kicsit később ugyan, tehát olyan 13 környékétől, de folyamatosan csökken a pályakezdő álláskeresők száma is. A pályakezdő álláskeresők azért nagyon érdekes dolog, mert az ő esetükben ugye nem tudunk arról beszélni, hogy munkahely megtartás, hát előtte nem biztos, hogy volt munkahelyük, vagy nagyon-nagyon alacsony azoknak a száma, akik az iskoláik mellett akár tört munkaidőbe is, de dolgoztak. Az ő esetükben munkahely teremtésről kell beszélni, és amikor eljutott oda a magyar gazdaság a 2010 utáni időszakba, hogy már nem csak megtartani tudta, hanem újakat teremteni is tudott a munkahelyek esetében, akkortól kezdett csökkenni a pályakezdők esetében az, az álláskeresők száma. Ö, valamikor 2010 környékén még 60 ezeren voltak, most már 15 ezeren vannak. Az, az elmúlt évben volt történelmi mélyponton. Miért mondom, hogy történelmi? Azért, mert eleve a munkanélküliségről a rendszerváltás után, rendszerváltás környékétől tudunk beszélni, mint akik emlékeznek rá, akik nem azok történelmi tanulmányaikból tudhatják, hogy a Kádár rendszerben ö, ö, nem volt munkanélküliség semmiféleképpen, nem. És utána kezdődtek a nyilvántartások. Csak KMK volt. Igen, igen. Mm -hmm. <laughs> igen. Tehát a rendszerváltás utántól vannak nyilvántartásaink Magyarországon. 92 volt az az év, amikor szinte robbanásszerűen a pályakezdők szinte minden pályakezdő munkanélküliként kezdte. Abban az évben a júniusban ö, végzettek és munkába állni kívánó fiatalok közül szeptemberre mindössze két és fél százalék volt, akinek volt szeptemberre munkája. Na most erről a hihetetlen rossz értékről ö, csökkengetett ö, úgy, ahogy, ö, de nem, ö, nem igazán jelentősen tudott lecsökkenni az értékük 2010-ig ott, ahogy említettem, ez a 60 ezres szám, ez azt jelenti, hogy nagyjából ilyen 100 ezres pályakezdői körrel tudunk egy-egy évben számolni. Hát ez még mindig azt jelentette, hogy a fiatalok fele úgy indította az életét, hogy megkapta a diplomát, aztán egyből munkanélkülévé vált. Jelen pillanatban messze nem így vagyunk, messze-messze nem itt tartunk, és bizonyára hallottak róla, egy pár hete sokat beszéltünk róla, hogy a tavalyi év az álláskeresők száma is történelmi minimumra csökkent. Ez a csökkenés ez a fiatalok esetében még jelentősebb, hisz az álláskeresőkön belüli arányuk is a 2010-es több mint 10 hoz 12-13 százalékhoz képest megfeleződött, és most a nagyon alacsony, lecsökkent összes álláskereső belül mindössze 6,4 volt a tavaly évben, 2022-ben a fiatalok aránya. Tehát a számuk is, létszámuk is, és az arányuk is az álláskörösökön belül történelmi mélyponton van. És ez egy nagyon pozitív dolog. Egy olyan évben, amit itt az előbb ön is említett, hogy egy igazán nehéz év gazdaságilag. A háború, az infláció, az energiaárak, a, a, szinte minden komoly kihívások elé állította a munkáltatókat is. Ami a pályakezdő álláskeresők esetét illeti, valahol olvastam egy nem éppen kormánypárti sajtóorgánum oldalain, hogy hát ez azért van, mert a, a kép Munkaerő innen elvándorol, illetve a pályakezdő fiatalok azok nem is gondolkodnak abban, hogy ők Magyarországon képzelik el a jövőjüket, hanem egyből külföldre mennek. Ez mennyire állandó? Bizonyára vannak szerint. olyan újságírók, akiknek ilyen ö, ö, tapasztalataik vannak, de a ö, társadalom összességében ez messze nem igaz. Azért azt tudnunk kell, hogy a legnagyobb külföldön dolgozó létszám, amit a KSH lát, azok nagyjából inkább az ingázókat jelentik, az ö, olyan 120 ezer fő volt a COVID előtt. A COVID alatt sokkal többen jöttek vissza, mint amennyien kimentek. Ö, a COVID ö, végére, hát nem végére, de a 21-es évben ez már lecsökkent 80 ezerre, tehát egy harmadával kevesebb, mint 2019-ben. A ö, idei évben, tehát nem, nem 22-ben, hanem itt 23-ban látjuk azokat a folyamatokat, hogy ez elkezdett egy picit emelkedni. Talán a decemberi értékeknél látunk olyat, hogy egy tízezres növekedés volt, és 80 ezer helyett most 90 ezeren dolgoznak külföldön, de ez messze nem az a szám, ami a 2019-es időszakra volt jellemző. Ö, ez a kis növekedés, Összesítve azzal, hogy a közfoglalkozatottak száma az meg nagyjából decemberben pont ezzel a 10-12 ezer fővel lett kevesebb, mint a tavalyi decemberben volt, kiegyenlítette egymást. Tehát az a növekedés, amit 2022-ben produkált a magyar gazdaság, az mindem els, elsődleges munkaerőpiacon, belföldön ö, történt növekedés. Egyébként ez egy ilyen 61 ezer fős növekedés, létszám növekedés a tavalyi évre, ez a létszámnövekedésnek kétharmadát, tehát 40 ezer főt a nők adták, és a nőkön belül is a magasabb iskolázottak, tehát legalább érettségivel rendelkezők. Tehát a középfokú és felsőfokú végzettségű nők létszáma növekedett jelentősen. Akkor tegyünk helyre egy másik ilyen súlykolt hát hogy mennyire áll hír, majd ön elmondja, hogy a fiatalok esetében azért is kevesebb a pályakezdő, pályakezdő álláskereső, mert úgymond le, meg, lecsökkent erőteljesen az elvárásuk. Tehát, hogy már nem is álmodnak arról, hogy ők majd abban a szektorban helyezkednek el, amire felkészültek, amire a tanulmányaik predestinálná őket? Én azt gondolom, hogy most a jelen pillanatban a felsőoktatásunk sokkal inkább a piac számára használható tudású, kompetenciáú fiatalokat képez, mint 2010 előtt. 2010 előtt rengeteg volt az olyan egykrétás szak, ahol nagyon kis költséggel megpróbálta a felsőoktatási intézmény lehető legalacsonyabb költséggel kiképezni a diplomásait. Most már azért sokkal nagyobb arányban vannak a, a végzettek között. Természettudományi területeken tanulók, ők nem annyira egykrétásak, tehát neki a, a, a képzési idő alatt azért komolyabb ö, ö, költségeket jelent ez az intézménynek, gondoljunk laborok fenntartására minden egyébre. Sokkal többen vannak a mérnöki, ö, műszaki felsőtatásban tanulók, a ö, IT területén tanulók is. Ö, Jelentősen látható az, hogy, hogy gyorsan megújul a felsőoktatásunk. Talán ez pont nehézsége is a felsőoktatásnak, hogy nagyon gyorsan kell az új kihívásoknak megfelelni. Egy kicsit visszakapcsolva a beszélgetésünk elejéhez, azt mondják, és a puskázok, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet jelezte azt, hogy a magas inflációval és a lassú gazdasági növekedéssel sújtott országok jelesül a közepes és az alacsonyabb jövedelmű országoknak jelenti a legnagyobb kihívást a mostani helyzet. Most ezt a lécet Magyarország nem vitte le azokból kiindulva, amit, amit ön is mondott, meg amit olvasunk, vagy már nem tartozunk a legszegényebb országok közé? Ó, hát attól függ, hogy melyik kontinens nézzük. Az Unión, bocsánat, az Európai Unió. Az Európai Unió, ö, ö, ha szegénységmutatókat mutatókat nézünk, akkor a 13-ak vagyunk az Európai Unióban, tehát azért még nem a dobogós helyen, még lehet előrelépni mindenféleképpen. Ö, a ö, Unió munkanélküliségi adatai között Magyarország viszont a legjobbak között van. Csehországgal, hogy hozzánk hasonló országokról beszéljek igazából. Meg Németországgal, tehát inkább itt a közép-európai régió az, akinek jók nagyon a munkanélküliségi adatai, alacsonyak, és folyamatosan alacsonyak. Igaz ez a fiatalok munkanélküliségére, ott is az átlagnál jóval alacsonyabbak vagyunk. Igazából Európában a dél országok azok, akik nagyon-nagyon rossz mutatókkal bírnak máig is. Nekünk szerencsére a tavalyi évben, illetve hát azt mondom, hogy szerencsére, de hát a magyar gazdaság teljesítményei múlt ez a szerencse, a magyar munkáltatók teljesítménye ez mindenféleképpen, meg a munkavállalóké. Nem ö, nőtt jelentősen a ö, ö, munkanélküliség, sőt, a tavalyi év közepéig folyamatosan hónapról hónapra is csökkent. Aztán volt egy ö, olyan emelkedés, ami inkább a szezonalitásra fogható volt a nyári időszak után. Most jelen pillanatban lehet, hogy a munkanélküliek száma egy nagyon kicsit, de tényleg ilyen tíz százaléknyi munkanélküliségi emelkedést okozva emelkedik, de mindez úgy emelkedik, hogy közben a foglalkoztatottak száma is emelkedik, ami azt jelenti, hogy az inaktív állapotú a 20-64 éves korcsoportbeli inaktívak létszáma csökken jelentősen. Ami azt is jelenti, hogy például az idősebb generációk esetében, tehát a nyugdíj előtti generációk esetében egyre többen bent tudnak maradni a munkaerőpiacon aktív státuszba addig, amíg a nyugdíjkorhatárt el nem érik. Régebben azért nagyobb arányban voltak azok, főleg az alacsonyiskolai végzettségűek. Tehát a, a legfeljebb alacsonyi Fokú végzettségűek, akik akár egészségügyi, akár más egyéb problémák miatt nem voltak, nem voltak meg a foglalkoztathatósági kompetenciáik egészen 65 éves korukig. Most az Eurostat adatait, ha figyelembe veszik, ugye talán az a legrelevánsabb Igen. adat. Ott hol helyezkedünk el ebben a tekintetben? Tehát ami a munkaerőpiaci és az előbb említett gazdasági színvonalat, jövedelem alapú színvonalat jelzi. A foglalkoztatási rátánk az a 20-64 éves korcsoportban már a tavalyi évben elérte a 80%-ot. 2021-ben három ország érte el a 80%-ot. Én most becsléseket tudok mondani, én 8 országnál többet nem hiszem, hogy tudunk majd mutatni 22-re, aki ezt a szintet elérte. Tehát mi ott vagyunk az első harmadban mindenképpen, sőt, lehet, hogy még nem is a legkisebb 80%. Tehát a 80%-osok klubjának nem a legkisebb tagja leszünk. Lehet. A fogla a munkanélküliség tekintetében 5.-6. helyen vagyunk, legrosszabb esetben is. Igazából szintén becslésről beszélek. A szegénység és társadalmi kirekesztődés kockázatával élők aránya megfeleződött, tehát most már 10%-okat tudunk mondani, és ez a Arány, ez a létszám és arány, ez a 13. helyre volt elég legutóbb. Ezen a szegénység és társadalmi kérkeztetés kockázatával élőket vizsgáló rendszer, ez egy komplex mutatószám. Az egyik mutatója, almutatója a relatív jövedelmi szegénységet mutatja. Relatív jövedelmi szegénység, ez azt jelenti, hogy nem csak a kereset, hanem az összes jövedelem, ami a háztartásba bejön, annak az egyfőre jutó ö, ö, része. Nézik, és hogyha a medián jövedelem 60%-a alatt van a háztartás jövedelme, akkor tekintjük relatív jövedelmi szegénynek. Mi az ötödik legkisebb relatív jövedelmi szegénységi mutatóval rendelkező ország vagyunk Európában, az Unióban. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó végszó a márciusi újabb beszélgetésünk előtt, mert ugye az interjú alatt megbeszéltük, hogy a márciusi újabb gazdasági adatok kapcsán majd ismét meg fogom keresni. Ebbe az interjúban most ennyi fért. Szalai Piroskának a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 5. Vös József Kutatóközpont Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársának. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk ide.